Egy ismerős arc, John Kerry fontos feladatot kap a megválasztott amerikai elnök új stábjában. A volt külügyminiszter feladata lesz, hogy teljes munkaidőben küzdjön az éghajlatváltozás ellen. A 76 éves demokrata politikus a klímavédelemért felelős elnöki külön megbízottként először az amerikai történelemben tagja lesz a Nemzetbiztonsági Tanácsnak. Joe Biden új csapatából többen is fontos gazdasági és nemzetbiztonsági tisztségeket töltöttek be az Obama adminisztrációban, ami markáns elmozdulást jelent a Trump kormányzat nemzetközi szövetségeket ignoráló Amerika az első politikájától. Az amerikai diplomácia új irányítója a magyar származású Anthony Blinken lehet. Az 58 éves karrierdiplomata régóta a Biden bizalmasa volt, külügyminiszter helyettes és Barack Obama nemzetbiztonsági tanácsadója is. A belbiztonsági tárca élére Biden a kubai származású Alejandro Mayorkast jelölte, aki, ha a szenátus megszavazza a jelöltségét, az első külföldön született politikus lesz ezen a poszton. Az Egyesült Államok ENSZ nagyköveti posztjára kormánytagként az afroamerikai Linda Thomas Greenfield várható. A hírszerzés csúcsigazgatói posztját Avril Haines-nek szánja Biden, aki az első nő lehet ezen a poszton. Az új pénzügyminiszternek pedig Janet Yellent jelölte. Az amerikai egybank szerepét betöltő Fed korábbi elnöke lehet az Egyesült Államok első női kincstárnoka. A megválasztott elnök azt közölte, olyan csapatra van szüksége, amelyik már az első napon készen áll a munkára.